A Mi Hazánk mozgalom Miskolcon nem csak polgármester jelöltet indít, hanem önkormányzati képviselőjelölteket is. Természetesen állítunk listát, de mind a 19 körzetben tervezzük jelölteknek az elindítását, és összegyűjteni azt az ajánlott szavazat mennyiséget, amellyel tulajdonképpen el tudunk indulni a körzetekben. A képviselők tekintetében én úgy érzem, hogy Miskolc teljes társadalmi rétegét tudjuk képviselni, hiszen mind fiatalok, mind pedig nyugdíjas korúak vannak a csapatban, és ahogyan mondtam, mérnök, tanár, szociális területen dolgozók egyaránt. Van olyan is, akinek már az önkormányzati munkában is van rutinja. Úgy gondolom, hogy Miskolcon tarthatatlan a helyzet, főleg a fiatalság körében, ugyanis statisztikák kimutatják, hogy az utóbbi 10 évben 15 ezer fiatal vándorolt el Miskolcról. Ez évi 1500 fiatalt jelent, magyarul 3 teljes középiskolai végzős évfolyam hagyja el Miskolcot. Hatalmas demográfiai katasztrófához fog ez vezetni, amennyiben nem változtatunk a helyzeten. Jó magam is azért indultam el önkormányzati képviselői jelöltként, hogy egyrészt személyes példamutatásommal támogassam a fiatalokat, hogy megéri kiállni, megéri küzdeni a jövőjükért. Ezen kívül úgy gondolom, hogy tennem kell valamit azért a körzetért, azért a városért, ahol felnőttem, és ahol letelepedni kívánok, és családot alapítani. Mi Hazánk mozgalom indul Miskolcon a választásokon, pontosan azért, mert azt gondoljuk, hogy egy harmadik utat jelenthetünk a miskolci választóknak, hiszen azt láttuk az elmúlt 20 évben, hogy Miskolcon a folyamatok azok tulajdonképpen nem változtak. Hiába volt baloldali, hiába volt jobboldali városvezetés. Ezek a nagy folyamatok azt jelentik, hogy az országos átlagnál alacsonyabbak voltak is a bérek, és jelenleg is jellemző az, hogy kórházösszevonások vannak, mint ahogy a szocialista érában is voltak kórházösszevonások, és az is jellemző, hogy a közbiztonság rossz, pontosan ugyanúgy, ahogy a szocialista érában. Mi azt gondoljuk, hogy nem a városvezetésen kell változtatni, hanem gyakorlatilag teljesen új. Nem szabad az előző városvezetésnek visszajönnie, hanem gyakorlatilag valami újnak kell következnie. Ez a harmadik út, ez a Mi Hazánk. A körzetemben, ahol képviselőjelöltként indulok, hatalmas szerencsém van, ugyanis én vagyok az egyetlen jelölt, aki ténylegesen a körzetben is él, minden egyes nap tapasztalja a problémákat, személyes kapcsolatot tud ápolni az ott lakókkal, és ebből kifolyólag már többször is megkerestek különféle problémákkal. Úgy veszem észre, hogy nagyon bíznak bennem, és hatalmas igény van egy új jelöltre, egy új pártra. Jelenleg 3 polgármester jelölt van versenyben Miskolcon, és ebből nekem van egyedül referenciám, hiszen a jegyző úr kb. Másfél-két éve jegyzőként dolgozik Miskolcon, mindösszesen Veres Pál pedig iskolaigazgató volt. Én 9 évnyi önkormányzati képviselői munkát tudok referenciaként felmutatni a miskolciak számára. Ebben egyébként az egyik legfontosabb az a korrupciómentesség, hiszen ma Magyarországon, és már az elmúlt 30 évben is a korrupció egy nagyon fontos téma, majdnem minden politikus beszél arról, hogy a korrupciót meg kell szüntetni. Én gyakorlatilag megtettem, hiszen minden egyes rám bízott adóforinttal elszámoltam a választóim felé.